egy köböt pedig lehetetlen szétbontani két köbre, egy negyedik hatványt két negyedik hatványra, és általában a négyzet kivételével egy hatványt két ugyanolyan hatványra. Erre találtam egy valóban csodálatos bizonyítást, de a lapszél túl keskeny ahhoz, hogy befogadja. Ezt jegyezte fel latinul a francia műkedvelő matematikus, az augusztus 20-án született Pierre de Fermat, Diophantos aritmetika című könyve egyik oldalának margójára. Végeredményben arról van szó, hogy lehetetlen megoldani a nullától különböző egész számok körében az x az n-ediken plusz y az n-ediken egyenlő z az n-ediken három ismeretlenes egyenletet, ha az n kitevő kettőnél nagyobb egész szám. Mivel Fermától bizonyítás nem maradt fenn, így állítása sejtés maradt mindaddig, amíg azt 1994-ben Andrew Wiles be nem bizonyította. Fermat egyébként jogász és bíró volt. Emiatt igyekezett minél kevesebb emberrel találkozni, elvonult a külvilágtól. Hogy ne unatkozzon, szabadidejében matematikával foglalkozott. Eredményeit gyakran újságokban jelentette meg, de bizonyításokat ritkán közölt. A számelméleten kívül a geometria és a valószínűségszámítás is érdekelte. Descartes-tól függetlenül alapozta meg a koordináta geometriát, valószínűséggel kapcsolatos problémákról pedig Pascallal levelezett. Így lett Fermat a matematika történet egyik leghíresebb amatőrje.